Tisztelettel köszöntöm a Fonyott TV nézőit a Somogy megyei labdarúgó bajnokságok nyitányán. Itt egy szombati délutánon Fonyód-Buzsák mérkőzésre kerül majd sor. És ott a háttérben egy fonyodi játékvezetőt, Hegyi Attilát látjuk, ahogy a vendégek edzőjével, Szilágyi Csabával beszéli meg a történteket, valószínű, hogy sajnálatos sérülését meséli el, ugyanis a fonyódi illetőségű játékvezető ebben a tavaszi szezonban valószínűleg most nem fog majd játszani, de közben a játékosok és a három játékvezető el is indul középre, hogy köszöntsék majd a nézőket. Úgyhogy ha majd felsorakozott a két csapat, akkor én egy kicsit el is hallgatok, hogy halljuk a két csatakiáltást. Aki esetleg nem hallotta volna a két csatakiáltást, azoknak azért elmondanám, hogy természetesen zöld-fehérben láthatjuk majd a buzsáki csapatot, és kék felsőben, fekete nadrágban, kék sportszárban a hazai fonyódi csapatot. Az időjárásnak köszönhetően szerencsére sok szurkolót köszönhetünk itt Fonyódon, ezen a csodálatos délutánon, és remélhetőleg fonyódi siker születik majd. És közben el is mondanám, hogy a három játékvezető, aki most majd kezet fog Mersz Lászlóval és a vendégek csapatkapitányával, Kesztyűs Rolanddal. Szóval középen Golubics Zoltán, jobbra tőle Jó Antal, és bal oldalon pedig Fazekas Milán, jelenleg még háttal állnak nekünk, de hát biztos, hogy majd közelebbről is megismerkedhetünk a három játékvezetővel, reméljük nem olyan szempontból, hogy hibát hibára halmoznak, rendkívül rutinos a két játékvezető és egy fiatal Fazekas Milán, de most gyászszünettel kezdődik a mérkőzés. Novák Dezső tiszteletére volt ez az egyperces néma gyászszünet, aki esetleg nem tudná, Ferencváros egykori bajnokáról, sajnos a közelmúltban életét vesztette. Kétszeres olimpiai bajnok, többszörös magyar bajnok, és aki esetleg még azt sem tudná, 95-ben ő volt az az edző, aki a Ferencvárost a Bajnokok Ligája csoportkörében vezette, és azt már utólag is tudjuk, hogy milyen nagyszerű csapatok, többek között a Real Madrid is tiszteletét tette akkor Magyarországon. Szóval említettem már a három játékvezetőt, Golubics Zoltánról mindenképpen el kell mondanom, hogy nagyon rutinos, rengeteg tapasztalattal megáldott játékvezető, asszisztense Jó Antal többek között tavaly az év asszisztense díjat is elnyerte, Fazekas Milánról pedig nagyon jó híreket lehet hallani, ő az egyik reménysége az asszisztensi keretnek, rendkívül jó adottságokkal rendelkezik, nagyon jó futó teljesítmény szokott a teszteken megejteni, úgyhogy bízunk benne, hogy nem, tényleg nem a három játékvezetőről fog szólni ez a mérkőzés. A középen Erdei Barna és Mersz László útjának indítja a labdát. És már is Barkasi Dávid kerülhetett volna itt a bal oldalon előnyösebb szituációba, hogyha át tudja venni a labdát, de ez most nem sikerült. Ugye ados vagyok még a két csapat kezdő 11-ével, kezdjük talán először a vendégekkel. A kapuban Horváth Bálint. Aztán ott van még Márkus István, Varga Gábor, Kecskés Balázs, Pekker Tibor, Szűcs Bálint, Kesztyűs Roland, Isperger Zsolt, Vasilko Dániel, Ceglédi Csanád és Pántics Szabolcs. Közben Latyák Tamás rúgja erőre a labdát Barkasi Dávid felé, és sikerült tisztázni a Márkusnak. A cserepadon Szilágyi Csaba, Kara Barbara, Miseta Andrea és Herber László vezetők és szakmai igazgatók mellett ott van még Molnár Attila, Pajor Gergely, Kovács Zoltán, aki öregrakról csatlakozott ebben a tavaszi szezonban Buzsákhoz, közben egy szögletet sikerül kialakítani. Majdnem azt mondtam, hogy mégse, de a szöglet zászlóról végül is valóban kifelé pattant a labda, méghozzá az alapvonal felé, így most Orbán István végezheti el a szögletrúgást. Rendkívül jó a fonyódi csapat a pontrúgásoknál, úgyhogy most szurkolhatnak a hazai szimpatizások, jól is jön befelé az a labda, Mersz László előtt, ott a lehetőség!
és Laci még a labda fogó hálót sem találta, illetve eltalálta, csak a labda fölfelé pattant róla, úgyhogy már is megvan az első lehetőség a második percben. Mert Laci most ezt egy kicsit elszámította, rosszul dőlt rá a labdára, így jöhet kirúgással Horváth Bálint. Matuca Balázs, ugye ott ül a vendégek kispadján, róla annyit mindenképpen el kell mondanunk, hogy Fonyódi nevelés, és az elmúlt szezonban igazolt végül is Buzsákra. Ugye bemutatkozott már nálunk is a felnőtt csapatban, de aztán nem sikerült azokat az elképzeléseket megvalósítani, ami itt a hosszú távon esetleg a kezdőcsapatba való szereplést jelentette. Volna közben ott a lehetőség Erdei Barna előtt, de sikerült tisztázni a buzsáki védőknek, és már szabálytalanságot követett el a 10-es Erdei, így kifelé jöhet szabadrúgással majd a buzsák. Szóval ott tartottam, hogy Matuca Balázs végül is úgy döntött, hogy távozik, hát kíváncsian várjuk, hogy majd kap-e lehetőséget volt csapata ellen. A hazai 11-ről ugye a kapuban Csányi Attila, a védelemben Besenyei Balázs, Latyák Tamás, Dancs Norbert, Fornosi Zoltán, a középpályán Barkasi Dávid, Mersz László, Szűcs József, Valentyír Miklós, és elől pedig a már megszokott csatárpáros Orbán István és Erdei Barna. Közben itt egy kisebb szabálytalanság volt az oldalvonal mellett, de ő mégiscsak jöhet bedobással majd a Fonyód. Ha jól látom, akkor talán Szűcs Bálint az, aki a szenvedőfél, igen. Rövidebb ápolás követően már ezt ápolásnak lehet nevezni, végül is tudja folytatni a játékot, és Dancs Norbi jöhet a hosszú bedobással. Ezt könnyen hatástalanítják a buzsákiak, így amíg Dancs Norbi elbattyog a labdáért, addig elmondanám, hogy a hazai kispadon még ott ül Náskó Gábor és Horváth Krisztián. És ezzel el is mondtam az összes cserejátékost, amiből viszont világosan látszik, hogy nagyon sok hiányzója van a fonyódi csapatnak. Hogyha lesz rá idő, akkor természetesen róluk is fogok ejteni egy-két szót. De most nézzük, hogy Orbán mit tud kezdeni a labdával. Visszapattant a hazai játékosra, így teljesen jogosan jöhet majd a buzsák a bedobással. És ami a hiányzókat illeti, Molnár Ákos, Vecsera Zsolt, Lukácsi Dávid, Szabó Roland, Georgi Roland, Németh Ákos és Fenyvesi Flórián, akik most nem álltak Latyák Tamás rendelkezésére, ilyen-olyan gondok miatt, ugye van eltiltás miatt, Molnár Ákos az utolsó fordulóban kiállította a játékvezető, így most ő még eltiltását tölti, csak úgy Vecsera Zsolt, aki szintén nem állhatott Latyák Tamás rendelkezésére. Közben egy buzsáki kezdeményezés indult el itt a hazai térfél közepén, de már visszaszerezte a labdát a hazai csapat, és ugyanazzal a lendülettel el is adta Ceglédi. Vasilko kérte vissza, de Dans Norbi lefülelte az átadást, és már is indítja jobb oldalon Orbánt, aki rendkívül gyors ebben a mezőnyben. Úgyhogy mindenképpen a buzsáki védelemnek remélhetőleg majd meggyűlik vele a baja. Szűcs! Rendkívül fiatal játékos ő is. Fornosi Szűcs. Most ott jobb oldalon játszott a fonyódi csapat. Egyelőre tapogatózó a játék. 5 perc játékidő eltelte után, azt kell, hogy mondjam, hogy nem estek nagyon egymásnak a csapatok, és akkor még finoman fogalmaztam. Mindenesetre a második szögletet már el is végezheti a fonyódi csapat. Ha jól látom, akkor igen, a 7-es számú Barkasi Dávid fogja elvégezni arról az oldalról, és ezekre a pontrugásokra rendkívül sok energiát fektet Latyák Tamás, és rendkívül sok gólt sikerült már szerezni az őszi szezonban is. Na nézzük! Barkasi a szögletrugással. Jól kivár és mutatja figurát, a hosszúra jön a labda Latyák felé, próbálja visszafejelni, de Ceglédi zavarta, és Varga végül is felszabadít, így Besenyei Balázsnak kell biztosítani a labdát, és már is kapja vissza Csányitól.
Ugye hiányzókat említettem, Fenyvesi Flórián még ausztriai vendégmunkán vesz részt, úgyhogy ő rá húsvétig biztosan nem tudunk számítani. Szabó Roland Németországban dolgozik, Lukácsi Dávid pedig egyéb okok miatt nem tartott most a csapattal. Németh Ákosról pedig hát sajnálatos hír, hogy ő most ideiglenesen felhagy a játékkal, és úgy döntött, hogy most ebben a tavaszi szezonban nem fog jönni futballozni. Reméljük, hogy majd a véleményét megváltoztatja. Ugye Molnár Ákost már említettem, és Vecsera Zsoltot, ők mind a ketten azért a kezdőcsapat tagjai lennének. Én biztos vagyok benne, csak úgy, mint Fenyvesi Flórián. És ki az a két középső, középpályás Fenyvesi és Molnár Ákos azért a kreativitást elő szokta segíteni a fonyódi csapatnak, úgyhogy most véletően azért több futójátékot lehet majd várni a hazai csapattól. Besenyei kicsit hosszan tolta meg a labdát, így Vasilko rá tudott rajtolni, de nem tudott annyira tisztán szerelni, hogy maga elé tudta volna hozni a labdát, így Csányi jöhet a hosszú kirúgással. Már kívül ért bele Ceglédi, úgyhogy jöhet bedobással a Buzsák. Pántics, kesztyűs, és már kéri a jobb oldalon Márkus, de hosszú lett neki így Szűcs a labdával. Kesztyűs. Most szépen passzolgatnak a Buzsákiak, és abban a pillanatban, ahogy elmondom, már is eladták a labdát, és egy nagyon jó mélységi indítással meglépett volna Orbán, de Fazekas Milán mutatta, hogy les lett volna, meg amúgy is megállt a hazai csatár, és nem érte volna el a labdát. Így Horváth Bálint rukatja előre. Pántics jól tartja meg Besenyei mellett, és már is rávihette a védőkre egy lövőhelyzet, de Barkasi nagyon szépen tisztázott Besenyei. Merz kéri mellette Dancs, de rövid a labdája. Most nagyon pontatlanok a csapatok. Két-három passz után azért már nem jön a negyedik jó passz. Rendkívül csapkodó a játék. Ami a távozókat, tehát nem a hiányzókat, hanem a távozókat illeti, Tóth Márton visszaigazolt Lengyel Tótiba, fiatal kapusról van szó, így most egyelőre csak Csányi Attilára számíthat Latyák Tamás a kapuban, ami rendkívül veszélyes is lehet itt a bajnokság folyamán, tehát reméljük, hogy a rutinos kapus nem szerez majd semmifajta sérülést, mert akkor aztán nagy bajba kerülhet a hazai csapat. Palácsek Antal neve bizonyára ismerős a fonyódi szurkolóknak, ugye ő már a tavalyi szezonban sem tartozott a fonyódi csapat kötelékéhez, de most az ő neve újfent feltűnt a Somogy megyei labdarúgásban, és a megyei első osztályú Balaton Szárszó csapatát erősíti. Kis László ugye összecsatlakozott a kerethez, most a téli átigazolási időszakban végül is Balaton lelére tette át székhelyét, Molnár Szabolcs és Fábián István pedig Budapesten próbál szerencsét, de egyelőre információink szerint nem a futballon, hanem egyéb munkalehetőséget találtak a fővárosban, így ők sem tarthatnak már a fonyódi csapattal ebben az őszi, vagyis hogy a tavaszi szezonban. Érkezők oldalát, hát azt nagyon könnyen el fogom önöknek mondani, ugyanis új játékost egyelőre nem sikerült igazolni a fonyódi csapatnak, és mivel hogy már lejárt az átigazolási időszak, ezért nem is számíthatunk arra, hogy bárki csatlakozhatna a csapathoz, de a hiányzókat is figyelembe véve azért ugye megvan kettő csere is a mai napon. Azt kell, hogy mondjuk azért nem olyan rövid ez a keret, de hát nem biztos, hogy mindig ennyien lesznek majd, hogyha itt lesz a teljes keret. Barkasi közben kiengedi a labdát, bár a szurkolók azt próbálták tanácsolni, hogy ne engedje ki. Minden esetre most egy bedobással már is játékba hozhatja Merszacit. Ketten is próbálták szerelni a hazai csapatkapitányt is, Varga, valamint Kesztyűsnek sikerült is. Ha már Varga Gábort említettem itt a buzsáki oldalon, ugye ő játszik most 18-asban, ő az egyik nagy igazolásnak számít a buzsákiak szempontjából, ugyanis a bajnoki listavezető Balaton Bogláról csatlakozott régi egyesületéhez, csak úgy, mint Kecskés Balázs, aki szintén nagy névnek számít, főleg itt a megyei másodosztályban, és külön pikantériája
ennek a történetnek, hogy Balázs itt él feleségével Fonyódon. Ő ugye a megyei első osztályú Karád csapatától igazolt át Buzsákra, és persze többen tudjuk róla, hogy régen ő is Buzsákon futballozott, úgyhogy visszatért a régi csapatához. Egyébként nem meglepő, hogy pont Buzsákra, ugyanis a feleségéről azt is tudjuk, hogy ugye buzsáki. Kovács Zoltán csatlakozott még a buzsáki csapathoz. Ugye ő az öreglaki csapatot erősítette az elmúlt időszakban. De most egyelőre ő még a kispadon kapott szerepet, és Horváth Bálint úgy tűnik, hogy itt a tavasszal is majd első számú kapusként szerepel majd a buzsáki együttesben. Számolom, akkor a negyedik érkező, igen, Szűcs Bálint, aki Lengyel Tótiból tért vissza ugyancsak Buzsákra. Ugye ezek a játékosok, akik most visszatértek egykori klubjukhoz, tehát nagyon is ismerősek lehetnek a buzsáki szurkolóknak. És úgy gondolom, hogy megyei szinten igenis erősítésnek számít, tehát az a jelenlegi 11. hely, amit a tabellán elfoglalnak, az mindenképpen csalóka lehet most a mai mérkőzéssel kapcsolatban, ugyanis Szilágyi Csaba úgy gondolom, hogy most jól erősítette meg csapatát, és mindenképpen jobb eredményt fognak majd elérni szerintem a tavaszi szezonban, mint ahogy azt az ősszel tették. Én láttam egyébként 2-3 buzsáki mérkőzést. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy kultúrát csapatot ismertem meg a buzsáki csapatban. Sokszor, igaz, 4-5 góllal is kikaptak, de pont azt beszélgettem ott a helyi szurkolókkal, esetleg a hazai vagy a vendég szurkolókkal is, hogy nem játszottak alárendelt szerepet, tehát ez fonyódi szempontból mindenképpen oda kell figyelni, és nem szabad a tabellán elfoglalt 11. helyből kiindulni, mert igenis meglepetésre is képes ez a jól összerakott gárda. Ami a hiányzókat illeti, ugye Kisgál Gyula most nem állt Szilágyi Csaba rendelkezésére, Szecsődi Gergely pedig még külföldi munkaelfoglaltság miatt nem lehet itt a tavaszi nyitányon. Valentyír. Orbán már a labdával ott a jobb oldalon, és most rávezetheti a hazai védelemre, Kecskés Balázsra. De sikerült szerelnie Varga. Kipasszolja bal oldal a Kesztyűshöz. Egy jó passz oda be középre, mondom én, hogy jó passz. De hát Vasilkónak ez egy kicsit most gyengére sikerült, és Pántics nem tudott rástartolni. Csányi előre! Sem a buzsáki, sem a fonyódi játékos nem ért hozzá ez a labdához. Így Pekker jöhet majd a bedobással. Szűcs középre. Merc. Már is indul itt a bal oldalon Barkasi, de Merc Erdeit válassza. És Erdei el is veszti. Kesztyűs. Vasilkó felé, de a labda az most pontatlan volt egy kicsit. Barkasi. Elveszíti. Márkus. Szűcs előre Pánticshoz. Besenyei tartja vele a lépést, és próbálja megállítani a buzsáki csatárt, és most Dans Norbi nagyon szépen kilép a védelemből, de Erdei Barnának nem sikerül megjátszani a labdát, de mentségére szóljon. Egyből visszapróbálta szerezni, de Dans Norbi itt a nagy sprint után most úgy gondolta, hogy kicsit szépen lassan visszakocog a helyére, és nem próbálja megszerezni ezt a hirtelen előre vágott labdát. Kecskés hátra Horváthoz. Erdei Barna gondolkodott, hogy most megtámadja a vendégkapust, vagy nem. És végül is úgy döntött, hogy inkább hagyja, és most ebből az előre hívett labdából végül is egy nagyon jó pontrugási lehetőséghez jut a buzsáki csapat. És most izgulhat Csányi Attila. Azért vannak jó szabadrugás lövők a vendégcsapatban is. Már is ott van a labda mögött Kecskés, ugye, akinek nagyon jó bal lába van. Ott van Kesztyűs Roland is. Vasilkó is, aki letette a labdát. Tehát három nagyon jó pontrugóról beszélünk most. Úgyhogy izgulhatnak a hazai szurkolók is, illetve Csányi Attila is. Kolubis Zoltán kiméri a 9 métert,
bár a vendégek azt mutatják, hogy kicsit közelebb áll a sorfal, mint ahogy kellene, de hát a játékvezető határozott és kimérte, és jön a sípszó, hát és ez nagyon gyenge lövés volt Kesztyűstől, Vasilko szerzi vissza, Kesztyűs, Kecskés. Még mindig ő. Kicsit, igen, egymásra is nézett a két buzsáki játékos. Nem értették meg egymást, így most bedobással jöhetnek. Bár a hazai szurkolók ezt nem egészen úgy gondolják, hogy így kellett volna jönni, de hát a játékvezető közel volt. Most itt egyébként veszekednek is a hazai szurkolók, hogy kinek kellett volna jönni bedobásra, de hát úgy gondolom, hogy ez ilyen szempontból teljesen mindegy. Bár hogyha ebből valami lehetőség lesz, akkor nem ezen az állásponton lesznek majd a hazai szurkolók, de hát Bessenyei tesz arról, hogy itt az izgalmak elmúljanak. Insperger. Ez egy rossz passz középre. Dan szépen megtartja a labdát, és végre ad egy oldalpaszt, ebből területet tud nyitni a bal oldalon Bessenyeinek. Nagyon dadog a labda amúgy, a pálya talajáról azért nincs minden rendben a pálya talajával. Ugye itt a hosszú téli szünetet követően azért, ha emlékeznek még rá, közben ott Fornosi nagyon szépen beállt Ceglédinek, aki most azért magyaráz a fiatal játékosnak, nem tudom, hogy mit, meg hogy miért. Szóval a pálya talajáról, akik még emlékeznek az őszi szezon végén, ugye az MB2-es csapatunknak volt itt kettő mérkőzése, és akkor tényleg aztán, mint a vaddisznók föltúrták a pályát, és tiszta fekete volt a pálya közepe. Most ahhoz képest azért elég zöldnek tűnik itt minden, de hát a labda pattogásából ítélve azért nem mondhatnánk egy biliárdasztalhoz hasonlónak ezt a játékteret. Egy jó visszapassz. Latyák. Bessenyei. Várja a társakat. Hát keveset mozognak a játékosok. Dancs kéri el. Szűcs. Fornosi előre. És közben ott egy szabálytalanság történt. Bocsánat, nem is Fornosi volt az, hanem ha jól látom, Valentyír Miklós, aki kapott egyet a lábára. Így most Dancs Norbi szépen komótosan leállítja a labdát, és átengedi a lehetőséget Latyák Tamásnak. Bessenyei közben átjön ide a bal oldalra, hát ha ide tudja majd fordítani a hazai játékos edző. Hát egyelőre még várunk. Szűcs. Akár el is lőheti onnan. Nem volt az egyébként olyan rossz lövés, csak hát mire elgondolta Szűcs, addigra odaért a hazai védő. Insperger. Ceglédi. Ez most egy jó passz Vasilkóhoz. Dans Norbi tartja vele a lépést egy darabig, aztán látja, hogy keresztez Latyák. Aki nagyon szépen, magabiztosan hozza el. Latyák. Fornosi, Valentyír, a két fiatal játékos játszik most össze a jobb oldalon, Orbán kéri középen, és kapja is a labdát, itt a bal oldalon nagyon szép kap, passz kap, Barkasi ott az átemelés, és mellé megy! Hát ez óriási lehetőség volt a Fonyódi Petőfi ese előtt, most nem értette meg egymást a két buzsáki védő, Orbán gyönyörűen passzolt oda Barkasi elé, és Horváth Bálint úgy gondolom, hogy feleslegesen mozdult ki kapujából. Hát csak Barka szimult, hogy most nem vezet a Fonyód. Úgy gondolom, hogy ez a második olyan lehetőség, amiből már gólt szerezhetett volna a hazai csapat. Ugye emlékezzünk vissza Mersz Laci óriási lehetőségére a szöglet után. Hát most Barka szí is növelhette volna az előnyt, már hogyha a nullát lehet növelni. Ugye a téli felkészülés során Somogy megyei labdarúgó szövetségnek köszönhetően Siófokon tudott műfüves pályákon játszani, mint a hazai, mint a vendégcsapat. És ilyen-olyan eredmények után végül is azért azt kell mondani, hogy nem volt felesleges
ez a siófoki túra minden hétvégén. Egy azon szempontból, hogy a pályát kimenni lehetett, másik szempontból pedig természetesen azért edzőmérkőzés nélkül nekivágni a tavaszi szezonnak azért az nagyon, nagyon veszélyes lett volna, hogy úgy fogalmazzak. Közben itt a hazai Orbánt állították meg szabálytalanul a buzsáki védők, és már a 22.-23. perc környékén egy ígéretes szabad rúgást végezhet el most Orbán. Megbeszéli itt Latyák Tamással, hogy mi legyen a variáció, és oda is próbálta ívelni a hosszúra. A horvát Bálint, hát talán meg is fogadta volna a labdát, de ő úgy döntött, hogy inkább kiöklözi oldalra, és már is jöhet bedobással a Fonyód. Valentyír, jó passz vissza Merchez. Orbán szűcsölövéssel újfent lepattan. Orbán ki oldalra, nagyon szépen az üres területre. Barkasi, jön a beadás, de az rövid lesz, Varga föl tud szabadítani. És már is a hazai szurkolók követelik az első vágányt, magyarul az első Fonyódi gólt. Hát egyelőre arra még várnunk kell, bár két ígéretes lehetőségből már megszerezhette volna a vezetést Latyák Tamás csapata. Mersz Laci. Erdei kéri vissza, de Merc inkább meghúzza a bal oldalon, és bedobás. Amíg Merc elmegy a labdára, addig elmondanám, szóval ezen a siófoki tornán vereséggel ugyan, de biztató játékkal kezdett a Fonyódi csapat. Balatonlelle ellen, a megyei első osztályú Balatonlelle ellen egy 2-0-ás vereség lett annak a mérkőzésnek a végeredménye. Aztán a kolbásztöltő fesztivál után mindenki értse rá ezt a dolgot, hogy én ezt miért emeltem ki, közben szöglettel jön majd a Fonyód. Szóval a kolbászfesztivál után a siófoki 21-es csapattól egy nagy arányú vereséget szenvedett a hazai csapat, utána pedig a Balatonboglár ellen, de majd mindjárt a szöglet után erre visszatérek, mert nagyon fontos az is. Orbán a hosszú oldalon keresi Latyákot, meg is kapja a labdát, még mindig ott a lehetőség. Még mindig nem szól a síp. Óriási lehetőség volt Latyák Tamás előtt, nagyon szépen jött be a szöglet. Az egy gyönyörű csel Valentyírtől. És most ki is rúgják a játékosok a labdát, azért hallgattam erre egy pillanatra, mert ott sérülés veszélyes volt az a belépő. De hát úgy néz ki, hogy Valentyírnek nem lesz nagyobb problémája, hála Istennek. Jöhet majd bedobással a buzsáki csapat. Valószínű Spekker vissza is fogja adni a labdát nagyon sportszerűen. És ahogy mondtam, vissza is kaptuk a labdát. Latyák! Dancs kéri mellette, de most nem ő fogja kapni, hanem egy hosszú előreívelés. Mersz Laci felé, de ez hosszú lett. Most kicsit feljebb tolódott a csapat, a hazai csapatkapitány. Lehet, hogy cserélnek majd Orbánnal. Ugye volt már úgy, hogy a középpálya közepén szerepelt Mersz Laci, aztán volt olyan, hogy a védelem közepén, aztán volt, hogy a csatársorban, szóval egy igazi univerzális játékosról tudunk beszélni most, és a csapat szívéről ugye mindenki tudja, hogy Mersz Laci az utolsó erejéig is küzd, amíg a pályán van. Hát erre a küzdésre ma úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség lesz, bár a helyzetek alapján már vezethetne a hazai csapat. Erdei kezezés mutatja a játékvezető. Így jöhet majd szabadrúgással Latyák Tamás. Na, egy hosszú előreivel is aztán meggondolta magát. És most olyannyira meggondolta magát, hogy át is adja a lehetőséget Dancs Norbinak. Hát ez... ezt gondolom csak valami fatális véletlen lehetett, ez az előre ívelésnek szánt passz. Most rendkívül alacsony színvonalra
Ment vissza a játék Besenyei. Jó felpassz, Orbán. Kapja vissza. A bal hátvéd. Orbán. Besenyei. Ez nagyon szép játék eddig. Merc. Orbán kéri előtte, és kapja is. Már a 16-os előterében a Fonyódi csapat. És nagyon határozottan jött Varga. Így jöhet az újabb szöglet, ha jól számolom, már az ötödik. Erről az oldalról, ahogy már megszokhattuk, Orbán végzi el a szögleteket. A házi gólkirály. És az előző is nagyon jól sikerült, tehát kíváncsian várjuk, hogy ez most hogy jön befelé. Nagyon jól jön, ez is! Ott a lehetőség Erdély előtt, visszapattan a labda, még mindig ott van! Atya úristen, megint mi maradt ki? Össze-vissza pattogott a labda ott a 16-oson belül. Szerintem még a buzsákiak se tudták, hogy hol van, nemhogy a fonyódiak. És végül is Horváth Bálint kezei között landolt a játékszer. Barkasi. Nagyon határozott volt itt Szűcssel szemben, és ki is harcolta a bedobás. Barkasi. Most gyakorolhatja itt a bedobásokat. Ha csak nem adja oda Dancs Norbinak, akiről tudjuk, hogy nagyon nagy bedobásokra képes. Barkasi. Orbán kérte a labdát, de hát jól beállt mögé Márkus, így nem tudta azt átvenni. Vasilko, Dancs, Barkasi nagyon szépen, de aztán sikerült eladni a labdát, ott egy eléggé veszélyes becsúszás volt Dancs részéről, figyelmeztetés a játékvezető, szerencsére nem történt belőle semmilyen nagyobb atrocitás, hogy így fogalmazzak, Varga. Tanástalan egyelőre a buzsáki védő, hogy hova is passzolja így. Egy jó nagyot belerúgott, úgyhogy most mehet előre a labda. Ceglédi, Vasilko, ez most nagy lehetőség. Ott a bepassz! És óriási dvéd Csányi! Ceglédi, majd Vasilko és Pántics volt a labda útja. Óriási lehetőséget szalasztott el a buzsáki csapat. Szokták mondani, védj egy jó kapus, Csányi nagyon szépen hárított, és utána már sikerült felszabadítani a hazai védőknek. Hát megvan az első nagyobb buzsáki lehetőség is, fél órát kellett rá várni. Ceglédi a bedobással. Vasilko kéri el a 16-oson belül, és le is tud fordulni Valentyiről, aki azért még a lábát ott tudta hagyni, így a kapura lövés végül is lepattant Orbán. Nem biztos, hogy így akarta, de azért meg tudta játszani Barkasit, aki meg is lepődött ezen a passzon. Fornosi, Valentyír, Orbán a labda útja, és most jöhet előre Merszlaci is. Orbán már átlépi a felező vonalat, ez egy jó csel, és az egy szabálytalanság. És vélhetően villanni is fog a sárga lap, így is van. A mérkőzés első sárga lapját a 18-as számú Varga Gábor kapja. Egy ígéretes támadást akadályozott meg a hazai védelem egyik oszlopos tagja. Így a visszatérését követően már az első mérkőzésén be is gyűjti első sárga lapját. Muszáj volt valamit tennie, ugyanis Orbán nagyon szépen lendületből megindult a középpálya közepén, és akár egy nagyobb helyzetet is meg tudott ezzel akadályozni Varga, úgyhogy nem biztos, hogy olyan rosszul jött ki ebből a szituációból a vendégek védőjátékosa. Na nézzük, hogy a sértett hogy rugdalja a szabadrugásokat, jó 30-35 méterről. Hát ez most gyengén sikerült, de még javíthat Orbán. Egy jó passz oldalra, Dancs! Hát mondják, hogy jó, mondják, hogy nem. Maradjunk annyiban, hogy kirugással jön a buzsáki csapat. Most van egy kis időm, tehát elmondom, amiről már beszélgettünk, hogy a Balaton-Boglár elleni felkészülési mérkőzésen végül is egyéb okok miatt a fonyódi játékosoknak, egy-két játékosnak nem volt meg még az orvosi engedélye.
így Bana Gergely játékvezető nem engedte, hogy a meccset végül is hivatalosan lejátsszák, és azért mondom, hogy hivatalosan, mert a két csapat megegyezett a játékvezetők távozása után, és végül is lejátszotta a mérkőzést, ahol a Fonyodi csapat végül egy gólos győzelmet aratott a megyei másodosztály lista vezetőjével szemben, ami mindenképpen előrelépés lehet, és biztató lehet a jövőre nézve. Közben Kecskés a szabadrúgással, Dans nagyon szépen oldalra lefeje Barkasinak. Ez egy nagyon szép fejes ide a bal oldalra, de Erdei egy kicsit még távolról nézte az eseményeket. Így jöhet bedobással majd a Fonyód. Szóval ez az egygólos győzelem mindenképpen önbizalmilag nagyon jól hathat majd a fonyódi csapatra. És majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül közelebb kerülni a balatonboglári csapathoz. Aztán az Ádánd elleni 2-0-ás vereség már annyira nem mondható biztatónak, de hát ott is azért nem volt ott a teljes kezdő csapat. Majd a Balatonföldvár elleni 3-0-ás győzelemmel végül is zárult ez a műfűves bajnokság, és akkor így kezdte el ezt a tavaszi szezont a Fonyódi Petőfi. Ez nagy hiba Latyáktól, így most kontrázhat a Buzsák, Pántics már a 16-oson belül van, de Besenyei nagyon szépen, nagyon jó ütemben érkezett, és kisegítette a hazai játékos edzőt. Besenyei nagyon szépen mélységből visszaért, és sikerült tisztázni, ahogy Pántics előtt ebből is nagy lehetőség lehetett volna. Kettő, négy, hat buzsáki játékos sétált fel ide a szögletrúgáshoz, és ez az első buzsáki szöglet egyébként, úgyhogy most figyelhetnek a hazai védők. A középre megy, de Dancs Norbi a levegő ura, nagyon szépen fejelte ki, ott a Ceglédi lövi rá, de az meg lepatta Nördögről. Ott az újabb beívelés, ez nagyon veszélyes lehet, de Dancs Norbi nagyon jókor, ismét jó helyen. Most már a sokadik alkalommal tud nagyon kritikus szituációban tisztázni Dancs Norbi. Hát ugye őt ezért szeretik itt nagyon Fonyódon. Csupa szívjátékos ő is. Ott egy kis szabálytalanságnak tűnt az nekem. Ugye először a Fonyódi, aztán a Buzsáki, úgyhogy a játékvezető Salamoni döntés mehet tovább, és én úgy gondolom igaza is van. Kesztyűs. Bocsánat, Varga volt. Most elég hosszan passzolta vissza a Kecskésnek. Hosszú előre passz. Nincs kint a labda, mutatja Fazekas. Valentyír. Most ott a jobb oldalon zajlik a játék. Erdei Barna megint nem számított a passzra. Kicsit talán le is van lassulva a 10-es számú játékosunk. De hát majd reméljük, hogy bemelegszik a játékba, mert az ő góljaira is nagy szüksége lesz majd a Fonyódi csapatnak. Nagyon szépen fordul le Merszaci, ott a beadás. Ott a következő lehetőség Barkasi előtt. Ugye Erdei elengedte a labdát, Barkasi nagyon szépen fordult le védőjéről. Csak hát kicsit hosszúra sikerült ez a labda átvétel, így Horváth Bálintnak volt annyi ideje, hogy kilépjen kapujából, és meg is tudta szerezni a labdát. Mivel sérülés történt, a kisebb sérülés, ezért labda ehetéssel folytatódik. Besenyei. Ott egy kötény. Latyák. Most egy kicsit szorongatott helyzetben volt Latyák Tamás, úgyhogy ki kellett rúgni a oldalra, nehogy abból valami nagyobb veszély kialakuljon a Fonyódi kapu előtt. Spekker kezében a labda. Ceglédi. Szorosan ott van mögötte Fornosi, de sikerül visszapasszolni a labdát. Jön a beívelés, de ez most hosszú lett a buzsáki csatároknak. Barkasi már a labdával. Erdei ezt most nem jól számította ki. Kesztyűs, aki egyébként most már, ahogy elnézem, följebb játszik az őszi szezonban, majd hogy nem végig a középhátvéd poszton szerepelt Buzsákban. Most, ahogy visszatért a két nagyon rutinos védő, Kecskés és Varga, úgy látszik, hogy a középpálya közepére húzódott feljebb Kesztyűs, tehát ez mindenképpen egy változás a buzsáki csapat játékában. Kesztyűs,
Kecskés. Spekker. Nagyon szépen szereli őt most. Fornosi ott a jobb oldalon, de már, ahogy kimondom, abban a pillanatban el is veszíti a labdát, de elnézést kell kérjek önöktől, ugyanis nem is Fornosi volt, hanem Valentyír Miklós. Nagyjából 10 perc van vissza a mérkőzés első fél idejéből. Három nagyobb helyzetet mutattunk el eddig Fonyódi oldalról. Közben a játék átterelődött ide jobb oldalra, azt el kellene érni. Tancs Norbi! Nagyon szépen szerel újfent. Barkasi kapja a labdát a bal oldalon, és most nyargalhat itt a vonal mellett. Nem támadja egyelőre senki, már a 16-os előtt van. És ez a visszapassz most gyenge volt. Így kontrázhat a Buzsák, Márkus. A bal oldalon próbálta meg megjátszani Ceglédit, de ez a passz ez nagyon gyenge volt. Fornosi. Szücskéri középen. És kapja. Valentyír. Ez jó passz oda Erdély elé. De sikerült szerelnie a hazai védőknek. Erdei. Szorosan ott van mögötte Kecskés. Itt csak egy visszapassz tudott most Erdei Barna passzolni. Ott a lehetőség! Mit hagyott ki Mersz Laci? Gyönyörűen jött be a labda jobb oldalról. Teljesen üresen maradt a hazai csapatkapitány a 16-oson belül, ott a 11-es pont környékén. És jó 7-8 méterről, hát fölé fejjel a második óriási lehetősége Mersz Lacinak. Hát érik a Fonyódi gól itt a mérkőzés félidejének vége előtt. Első félidejének vége előtt. De hát nem születik meg még az a vezető találat. Latják közben. Ott most el kell rugnia, mert bajba is kerülhet. Szépen kipasszolja a Fornosinak. Latják visszakapja. Fornosi a labdával. Az nem jó. Vasilko. Szépen ki oldalra, Spekker, az pedig se beadás, se lövés. Valaki azt mondja, nyert a Dallas. Hát maradjunk annyiban, hogy jöhet kirúgással a Fonyódi Petőfi ese. Ugye ezen a téli felkészülési bajnokságon nem csak a Fonyót, hanem a vendég Buzsák csapata is részt vett, méghozzá nem is akármilyen eredménnyel. A Balatonszabadi ellen 0-0-ás döntetlennel kezdett Szilágyi Csaba együttese, majd azt az Ádándot, akiktől mi 2-0-ra kikaptunk, 11-1-jel küldték haza. Tehát ez mindenképpen egy figyelemre méltó eredmény. Majd a Balaton szemes csapatát 3-1-re verte a buzsáki csapat. És a megyei első osztályú Szárszó ellen 1-0-ás vereséget szenvedtek. Valamint a siófoki U21-es csapattal játszottak egy 1-1-es döntetlent. Így végül is szerintem pozitív mérleggel zárták ezt a műfüves téli bajnokságot. Barkasi a bedobással. Varga mondta jó, jó is lett, jöhet újabb bedobással a Fonyód. A mozgás, így már Szacit meg is lehetne játszani, de hát figyel Márkus. Már ki tudja, hányadik bedobását végezheti el Barkasi itt a bal oldalon, az jó oda Erdeinek. Át kellene venni. Talán egy visszapassz jobb lett volna. Erdei elveszítés. Ahogy illik, le is rántja Vargát, így jöhet szabadrúgással a Buzsák. Ez egy rossz passz, Dancs visszaszerzi. Orbán, jó csel, az is jó még. A harmadik is jó. Mondják, hogy egyedül, de gyönyörűen visszasarkolja Barkasinak. Na, ez már nem biztos, hogy jó passz. Eléri vajon Orbán? Nem éri el, mutatja az asszisztens. Barkasi Dávidnak talán már nem kellett volna oda visszapasszolnia Orbán elé a labdát. Egy jó beadással helyzetbe hozhatta volna talán társait. Mindegy, ő így döntött. Most egyébként a buzsákák nem is értik, hogy mi következik. Azt hitték, hogy ez a passz les volt, de nem. Egyszerűen kint volt a labda, így most jöhet kirúgással Horváth Bálint. Már az utolsó 5 percen belül vagyunk.
továbbra is 0-0 az állás. Vasilko felugrott, de hát ez a labda kicsit magas volt neki. És most Ceglédét keresi a bal oldalon, de Fornosi nagyon szépen tisztáz. Valentyír most megindulhat. Az egy nagyon jó passz ide a bal oldalra Orbán elé. De Márkus kedvezőbb helyzetben volt. És most elhozhatja. Vasilko. Dancs. Nagyon szép labdaszerzés újfent. Ez lesnek is tűnt, és les is volt. A labdaerugás pillanatában Orbán előrébb volt, mint az utolsó védő. Merszlaci. Az egy nagyon nagy szabálytalanság volt. Fú, aztán most amit kap Lacitól, Kesztyűs Roland, azt nem teszi zsebre. Innen lehetett hallani a csattanás, jön is a sárga lap teljesen jogosan. A félidő vége előtt, az első félidő vége előtt egy szabálytalanság és egy sárga lap, így már a második Buzsáki oldalról a 43. percben járunk. És ha jól látom, akkor egyébként cseréhez készülődik a hazai csapat. Latyák Tamás megsérült. A játékos edző elhagyja a pályát. Ha jól látom, akkor a bal lábát húzza. És helyette Náskó Gábor. Hát nagy változás nem lesz így, ami a taktikát illeti. Ugye Náskó Gábor ugyanúgy védő. Valószínűleg Latyák Tamás helyét fogja átvenni a védelem tengelyében. Nasnorbi várja a játékvezető sípszavát. Már méltatlankodik is, miért nem végezheti el, de hát még könyvelt a játékvezető, illetve megvárta, amíg az asszisztens elfoglalja a helyét. Nem tudom, hányadik bedobás itt a bal oldalon, de már nagyon sokadik. Dansnorbi. Merszlaci kéri. Hát ez hosszú lett az apró termetű csapatkapitánynak. A mérkőzés fél ideje előtt el kell, hogy mondjam, rendkívül sok hibával játszik mindkét csapat, de azért láthattunk már jó néhány helyzetet, tehát az a jó néhány, azért egy kezemben meg tudom számolni, egy 4-5 lehetőség volt. Ugye hazai oldalon Merszlaci került többször is gólszerzési lehetőség közelébe, de hát ezeket most még kihagyta a hazai csapatkapitány. A buzsáki oldalon egyelőre egy nagy lehetőség volt, de ott Csányi nagyon szépen védett. A játék sokszor kapkodónak tűnik nekem. Kevés a kényszerítőzés, kevesek a passzok. Ugye azért a talaj sem könnyíti meg a dolgokat a játékosoknak, de hát ez még mindig a Fonyódi Petőfi Ese pályája, még úgy gondolom mindig a megye egyik legjobb talajú pályája. Tehát azért vannak itt olyan települések, és ezt most nem lebecsülve mondom, ahol aztán majd meg kell küzdeni nem csak az ellenféllel, hanem a pálya talajával is. Azért itt még a jobbak közé tartozik ez a játéktér. Spekker! Passzolja a középre, és Náskó Gábor első labdaérintésével tisztázni is tud a védelemben. Valentyír. Hosszú passz előre, Erdei felé. Meg kellett volna talán csúsztatni, de most kedvezőbb helyzetben volt Varga. Valentyír. Orbánt kereste. És ezt most ki is fogja engedni Kecskés. Az első félidő meg közben le is telt, úgyhogy hamarosan a játékvezető úgy gondolom, hogy meg fogja állítani majd a játékot, és akkor 15 perces szünetre mennek majd a csapatok. És ahogy ezt ki is mondom, a játékvezető félidőre tereri a játékosokat, úgyhogy most elmegyünk egy rövidke kis szünetre, ne menjenek sehova, és majd innen folytatjuk. Közben itt is vagyunk már a második félidővel. Ugye a szünetben a két vezetőedző, Latyák Tamás és Szilágyi Csaba elmondhatta a véleményét a mérkőzésről, és vajon miket mondhattak el a játékosoknak? Hát a hazai oldalon mindenképpen megemlíthette Latyák Tamás, hogy a helyzeteket, hogyha már adódik, akkor
illene kihasználni. Ugye 4 helyzet volt, amiből megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, illetve Buzsáki oldalon. Egy nagyobb lehetőség volt, amit aztán Csányi Attila nagyszerűen védett. Így továbbra is 0-0 az állás. Ha jól látom, akkor egyik csapat sem cserélt. Ugye hazai oldalon már csak Horváth Krisztián ül a padon, aki esetleg bevethető lehet. Azért a vendégeknél még ott van Molnár Attila, Pajor Gergely és Matuca Balázs. Nem hiszem, hogy Kovács Zoltán, hogyha már Horváth Bálint volt a kezdőben, akkor hogy váltani fogja, bárki tudja, hogy mi jár most majd Szilágyi Csaba fejében. Szem egy gyönyörködtető játék, ugye nem nagyon alakult ki az első fél időben, bár a csapatok azért küzdöttek becsülettel. Azt szokták mondani ilyenkor idényelői formát, én ettől mindig hanyat dobtam magam, amikor ezt mesélték a játékosok, edzők, tehát azért van idejük felkészülni, hát most sajnos ez egy ilyen mérkőzés, azért mind a két csapat presztízs azért van a két faluváros között, úgyhogy az egy jó lövés lehetett volna. Lepattanó labdát végül is Kesztyűs Roland gondolkodás nélkül visszavágta, de nem jelentett nagyobb veszélyt Csányi kapujára. Szóval ezek az idényelői formákkal azért óvatosan kell bánni. Ez mindkét csapatnak rengeteg ideje volt a felkészülésre, bár ebben az évben ugye még bejött az is, hogy tudtak normális körülmények között edzőmérkőzéseket játszani. A hiányzókat, hogyha megemlítem, azért a Fonyódi csapat sokkal cudarabbul áll. Ebből a szempontból azért kulcsjátékosok azok, akik még nem állnak Latyák Tamás rendelkezésére. A Buzsáki csapat az első fél idő alapján azt kell, hogy mondjam, hogy biztos, hogy erősödik itt a tavaszi szezonban, tehát én úgy gondolom, hogy ez a 11. hely, amit jelenleg elfoglalnak a tabellán, az csak jelenleg 11. Biztos vagyok benne, hogy feljebb fognak majd lépkedni a táblázaton szépen lassan. Kecskés. Insperger, Ceglédi. Jó passz, Szűcs. Próbálja megtartani a labdát is, és eljel közel sikerül is. Insperger. Dancs. Orbán ezt nem tudja átvenni, Kecskés. Kesztyűs. Már kéri a jobb oldalon a csapattárs Márkus. Vasilko. Próbál cserezni Besenyei mellett, de a rutinos balhátvéd azért próbálja tartani a pozícióját, és azért egy beleadást ki tudott harcolni Vasilko is, de hát Csányi maga biztosan felszedi. Varga előre. Insperger. Fornosi. Szűcs. Hát ez se Besenyeinek, se Barkaszinak nem volt jó. Pedig nem is zavarták Szűcs Józsefet. Úgyhogy ez a passz most nagyon rosszra sikeredett. Kesztyűs. Vissza Márkusnak. Varga előre. Merz. Gyönyörűen sarkalja le Orbán Erdeinek. És már is kéri vissza a labdát. Orbán. Jó passz, Merz Laci. Erdei. Ez egy lövőhelyzet. De mire előtte volna Erdei Barna, addig odazártak a buzsáki védők. Kesztyűs előre. Ceglédi. Kicsit szerencsésen is, de azért le tudott fordulni egy pillanatra Fornosiról. Még nincs kint a labda, végig gurul a vonalon. Spekker. Máskó. Barkaszi előre. Hát ott senki sincs Fonyódi szempontból. Márkus. Szűcs. Márkus. Az jó passz, de előre Ceglédi. Pántics. És már visszazár Besenyei nagyon szépen. Szűcs. Lekészíti Pántisnak. Insperger elengedi. Kesztyűs lő. De Dans Norbiba. Besenyei. Elsőre szabálytalannak tűnt, mert Szaci nem is reklamál. Meg közben kakaskodik a két kis játékos. A Besenyei oda is nyúl, és fegyelmezi ott Kesztyűst. Egy ilyen kis ártalmatlan szituációból azért összejönnek ott a játékosok kicsit beszélgetni.
kicsit kakaskodni. Nem kellett volna talán ez most ide. Eddig rendkívül sportszerűnek tűnt a találkozó, ugye két sárga lapot osztott ki a játékvezető. Hát talán Kesztyűsé azért ott a második sárga, az egy kicsit durvább volt, mint előtte Varga, aki csak egy taktikai szabálytalanságot követett el a középpálya közepén, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a szomszédvári rangadó azért eddig rendkívül sportszerű keretek között zajlik, ez most ez a szituáció itt a második fél idő, 5. percében azért ezt egy kicsit most durvább vizekre emezte, hogy így fogalmazzak itt a Balaton partján. Na nézzük akkor, hogy Kesztyűs Roland most idegből, vagy ésszel próbálja megoldani ezt a ráháruló feladatot. Jó 30-35 méterről van ez a szabadrúgás. Első fél időben Orbánnak is volt egy, de Kesztyűs átengedi Szűcsnek. El is lövi, de azért az mellé megy. Nem volt nagy erő ebben a lövésben, és Csányi látta, hogy mellé fog menni, azért még becsületből. Nem mondom, hogy rávetődött, de eldőlni mindenképpen eldőlt a hazai kapus. Sok változtatási lehetőség egyébként egyik vezetőedző részéről sem várható, ugye nincsenek olyan játékosok most a padon, akik támadásban esetleg nagyobb segítséget jelenthetnének egy-egy szituációban. De hát abból kell főzni, ami van. Dancs! Orbán próbálta átvenni, de kicsit hosszú volt ez a labda, viszont vissza tudja gyorsan szerezni. Orbán! Nagyon szép lett volna oda a bal oldalra ez a passz. Ha jól hallottam, akkor itt a lelátón helyet foglaló Molnár Ákos is észrevette azt a részt, csak hát nem volt jó a passz. Barkasi. Az nagyon szép, erdei. Barga megy ki keresztezni, és ott van már Márkus is, itt csak egy visszapasszra lett most ez jó. Orbán. Elcsúszik döntő szituációban. Így most már is támadhat a Buzsák. Pantics. Dancs Norbi sokat szor szerel. Azért az ő játékán látszik, hogy rengeteg tapasztalattal rendelkezik Dancs Norbi. Egy csupaszív játékos, és közben megvan az első buzsáki csere is. Ha jól látom, akkor Molnár Attila így is van. Molnár Attila készülődik. És a csapatkapitány Kesztyűs Roland, aki elhagyja a játékteret. Meglepő döntése Szilágyi Csabától, de lehet, hogy most csak ennyit bírt a vendégek csapatkapitánya, aki ebben a szezonban úgy néz ki, hogy akkor egy sorral feljebb a középpálya közepén fog majd játék lehetőséget kapni. Ugye előtte is Kesztyűs Roland ott szokott szerepelni, de hát az őszi szezonban úgy gondolom valamilyen szinten kényszerűségből is a védelem közepén kellett szerepelnie, de azért most már a két új érkezővel, Kecskéssel és Vargával a soraikban azért már feljebb is tud lépni. Közben egy szabálytalanság. Nem vészes, de azért mégiscsak szabálytalanság. Valentyír ellen, így majd Dancs Norbi hozhatja játékba a labdát. Vesenyei sonfordál előre ott a bal oldalon, talán meg is kaphatná, és meg is kapja a labdát. Bár így tudnám eltalálni az ötös lottó nyerő számait is, akkor nem lenne hosszú távú probléma. Ott egy nagy lehetőség Erdei előtt. Laci! Mármint Mersz Laci lő, de ez mellé megy. Ott volt egy ütközés a 16-oson belül, Erdei. És talán Kecskés az, aki szenved, igen, a vendégek bal hátvédje. Ütköztek ott középen, és a térdét fájlalja Kecskés Balázs. De hát úgy látom, hogy mindenfajta ápolás nélkül azért majd tudja folytatni a játékot. Mersz ahhoz képest, hogy a középpálya közepén szerepel, eléggé támadó felfogásban játszik. Ugye ő inkább a védekezésben szokott jeleskedni. De hát ez már a harmadik lehetősége lehetett volna, hogy gólt szerezzem. Egyelőre a csapatkapitány a legveszélyesebb a hazai oldalon. Márkus. Pantics.
Mersz mellett könnyedén elmegy, Barkaszi egy kicsit megállítja, és Mersz Laci szépen visszazár, és meg is szerzi a labdát, amit ugyanazzal a lendülettel sikerül elpasszolni. Spekker! Itt most talán szólhatott volna a két fiatal játékos egymásnak, de így is Fornosi elé kerül a labda. Ceglédi. Hát most nem volt két-három passz egyik oldalon sem, ami jó lett volna. Spekker! Nincs Perger, ezt elveszíti. Szépen lassan a labda kívánszorog. Így sokadik kirúgásával jöhet majd Horváth Bálint. Ugye azt elmondtam már, hogy a buzsáki csapat 11. a táblázaton. És ha megnézzük a pontjaikat, ugye 14 pontja van a buzsáknak, 14 a Földvárnak, a Balatonföldvárnak, 14 pontja van a 13. helyezett Balatonszabadinak, aztán újfent egy Balatonparti együttes a Balatonszentgyörgy, a 14. helyen 13 ponttal, 12 pontja van az Igalnak, és 12 van a Toponárnak is, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az utolsó és a 11. hely között mindösszesen 2 pont a különbség, tehát itt a végén a kiesés szempontjából azért még van izgulni valója a buzsáki csapatnak. Közben egy nagyon szép lefejelt passz Erdei Barkaszinak, de Barkaszi Dávid nagyon sokat várt. Nagyon szépen kapta Erdeitől ezt a visszafejelt labdát, de Barkaszi ezt egy kicsit ügyetlenkedte. Nagy lehetőség volt minden esetre, és akkor dicsérjük meg a vendégeket is, mert szépen visszazárt a védelem. Horváth előre, de Szűcs vissza tudja fejelni. Merz zavarja Inspergert. Kicsit meg is tudta talán állítani ezt a buzsáki támadást. És ha jól látom, akkor Dans Norbi szabálytalankodott, úgyhogy nem bedobás fog következni, hanem szabadrúgással jön majd Varga Gábor, aki ahogy visszatért, most Kesztyűs Roland lecserélése után fel is húzta a csapatkapitányi karszalagot, úgyhogy ez mindenképpen egyfajta bizalmat is jelent az újonnan régi új játékosnak. Szóval 2 pont a különbség a buzsák és a toponár között, az utolsó és a 11. helyezett csapat között, tehát itt a végén azért vannak izgalmak, és hát valamilyen szinten vannak izgalmak a tabella elején is. Ugye a Balaton Boglár 43 ponttal vezeti a bajnokságot, második a két hely 37 ponttal, és harmadik a Fonyót 33 ponttal. Mögötte a Zamárdi helyezkedik el 31 ponttal, közben már kint van a labda. Szóval itt azért jobban elnyúlt a mezőny egymástól, tehát az első és a második helyezett csapat között 6 pont a különbség, a Fonyód 4 pontra van az ezüstéremtől, és ugye 2 pontra van a Zamárdi a bronztól, de azért ezek nem olyan nagy különbségek, amit esetleg ne lehetne ledolgozni. A Balatonboglár mindenképpen kiemelkedik ebből a bajnokságból, ezt elmondta Szilágyi Csaba is, és elmondta Latyák Tamás is. Itt a tél folyamán ezt többször is megemlítették az edzők, a játékosok is, akikkel itt lehetett beszélgetni, hogy azért a Balatonboglár ebből a mezőnyből most kiemelkedik. De hát ki tudja, hogy a tér folyamán milyen változások lesznek itt a tabella első részében helyet foglaló csapatoknál. Minden esetre nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha nem a Balatonboglár nyerné meg ezt a bajnokságot. Szűcs megindul előre, Besenyei egy rövid időre is, de megállította. Náskó! Molnár oldalra. Márkus. Orbán tartotta vele a lépést, és valamilyen szinten meg is tudta állítani. Molnár átfordítja a bal oldalra Speckernek. Inspergert kéri. És Náskó határozottan, szépen. Végül is szerelni tudja a buzsáki támadót. Az a jó oldalon egyértelmű cél az ezüstérem, tehát ez a 4 pontnak a ledolgozása.
első állomásként mindenképpen akkor ezt a győzelmet meg kellene szereznie. A hazai csapatnak helyzetek megvoltak hozzá, de azokat még nem sikerült kihasználni. Van még fél órája Latyák Tamás csapatának, hogy ezen változtatni tudjon. Közben Ceglédi menne el a bal oldalon, Fornosi mellett, aki megállítja szabálytalanul, így kecsegtető szituációból jöhet majd a Buzsák szabadrúgással. Hinsperger kéri a 9 métert. Egyelőre a második félidőben nincs az a fölény, az a helyzeteket kialakító játék, ami az első félidőben azért valamilyen szinten jellemezte a Fonyódi csapatot. Hát ez egy lövésből lett bedobás. Ez most nagyon gyenge volt Molnártól. Barkasi. Áskó. Hosszan előre, de az pontatlan. Molnár. Sokat van játékban egyébként a cserejátékos, de azt mondom, hogy ilyen 50-50%-ban játsza meg jól ezeket a lehetőségeket. Jön a bedobás. Vasilko elveszíti. Merc. Szűcs. Vissza Mercnek, hosszan előre Erdei felé, Varga tisztázhat. Na vajon megvárja, amíg kigurul a labda? Hát megvárja. Rutinos játékos lévén. Ez várató is volt. A szurkolók reakciójából azért lehet hallani, hogy ez a második félidő, ez nem úgy indul, ahogy az első félidőben történtek az események, azért ott volt egy-két lehetősége, nem csak ugye a hazainak, hanem a vendégcsapatnak is, bár a hazai csapat lehetőségeit tekintve úgy gondolom, hogy fölényben játszott az első félidőben, nem olyan nagy fölényben, de azért gólszerzési lehetőség több akadt jóval, mint a buzsáki csapatnak. Ez a másik félidő egyelőre nagyon kiegyenlített játékot hozott, egy kicsit magára úszta ellenfelét a Fonyód, vagy mondjam azt, hogy a Buzsák feljebb tolta a védekezését, és többször pattog a labda a Fonyódi térfélen, mint a Buzsákin. Valentyír. Szűcs. Egy szép passz oldalra Merz Lászlónak. Orbán. Jó csel lett volna Spekker mellett, de végül is nem sikerült a labdát üres területre játszani. Spekkerről kipattan a labda, így jöhet bedobással a Fonyód. Valentyír. Merc kéri. Valentyír. Hát ott a lábon keresztül nem lehet átpasszolni azt a labdát. Talán Orbán jobb megoldás lett volna. Minden esetre Valentyír most bedobással javíthat. Orbán kéri. Hát ez talán kicsit szabálytalan volt, de a játékvezető tovább engedi a játékot. Szűcs. Nagyon szép passz Barkasinak. Jön a beadás laposan. De hát ez Varga könnyedén hárítani tudja. Besenyeit megelőzi Pantics. A csel nem jó. Rendkívül sok a hiba. Rendkívül sok a pontatlan passz, de még van vissza jó 25-27 perc a mérkőzésből, tehát én azt mondom, hogy bízzunk abban, hogy jobb lesz a folytatás. Van egy csír, az egy nagyon jó passz lett volna oda Merz Lászlónak. De figyeltek, résen voltak a buzsáki védők. Spekker. Rövid, Valentyír. Beviszi a 16-oson belőle, és nagyon rutinosan kecskés elé áll, és nem engedi a fiatal játékost, aki méltatlankodik, hogy itt esetleg történt egy szabálytalanság, de hát ez nem, hogy itt, de még akár Buzsákon se fújták volna befordított szituációban. Horváth. Hosszan előre. Valentyír visszafejeli is. Spekker. Szintén hosszan előre. Hát most nagyon csapkodó a játék. Nincsen egy jó passz, ami esetleg saját csapatáshoz menne. Nagyon szép Orbán. Próbálja megtartani, de már ketten közre zárják. És így el is veszíti Molnár.
Pantic fölpattan a kezére, és ezt észre is vette a játékvezető. Besenyei elvégzi a szabadrúgást, Náskó kéri el. Dancs. Már nézi előre, hogy kinek tudná passzolni a labdát. Fornosi, Dancs, Náskó, Besenyei. Na vajon eléri a vonal előtt, még sikerült? Barka szinte kicsit hátrébb rendeli a játékvezető. Jön a bedobás előre, és az még jól lehet tud a Merzlacinak. De Márkus szépen visszazárt. Inchberger. Ceglédi támadja a labdát, de hát Dancs Norbi előbb odaér. Valentyír. Fornosi. Az Horváth Bálint téle. Hoppá, és kipattan! Kipattan Horváth Bálint kezéből, de Erdei Barna erre nem számított. Viszont kecskés, igen. És itt sikerült felszabadítani. Valentyír. Orbán. És Pekker becsúszással. Szépen tisztázott. Jó Antal, a tavalyi év asszisztense. Pedig határozottan mutatta, hogy jöhet bedobással a fonyód. Orbán. Nincs kint, de most már igen. Lassan elérkezünk a második félidő derekára, derekáig. És továbbra is 0-0 az állás, a második félidőben sajnos még annyi helyzet sincs, mint az elsőben. Kicsit most csapkodó lett és gyengébb lett a játék. Rengeteg hibával játszanak a csapatok. Barkasi kiengedi. Jön a bedobás hosszan előre, Mersz László felé. Varga tisztáz. És ott volt egy kis szabálytalanság, a két csapatkapitány össze is ölelkezett. Mersz László elnézést is kér a játékvezetővel. Nem volt ebben semmi szándékosság egyébként, csak próbálta megjátszani a labdát, de aztán eltalálta Varga lábát. A szabálytalanság minden esetre megkérdőjelezhetetlen volt. Valentyír. Dancs. Szép passz ide jobb oldalra, csak egy kicsit hosszúnak tűnik, de nagyon szépen Valentyír. Erőszakos volt, és rá tudta rúgni kecskés lábára a labdát, így sikerült kiarcolni egy bedobást. Valentyír visszakapja, Orbán hosszan veszi át, de nagyon erőszakos, és visszaszerzi Besenyei. Dancs, talán el lehetne lőni, Dani nagyon szépen! Szép volt! Egyébként pont az előbb akartam megjegyezni, hogy az egyik legjobban játszó játékos, úgy gondolom ezen a napon, Dancs Norbert, nem azért, mert hogy most kapura merte lőni a labdát, hanem jó passzai vannak, labdát szerez. Őt mindenképpen meg kell említeni azok közül, a játékosok közül, akik ma kicsit pozitívabb fényben tündökölhetnek itt a mérkőzés utáni esetleges elemzésben. Merz, rossz passz előre, hát most aztán ment a kamera is jobbra-balra. És várunk. Lehet, hogy csere készülődik? Igen. Igen, ha jól látom, akkor Ceglédi Csanád balag le a pályáról. A mérkőzés 69. percében járunk, és egy fiatal játékos, Pajor Gergely váltja, aki egyébként az őszi szezonban többször is kezdőként lépett pályára a buzsáki csapatban, de úgy látszik, hogy itt a tavaszi szezon most a padról beszállva kell elkezdenie. Szóval a pályán Pajor Gergely. Barkasi szépen cselezgetett a bal oldalon, és kiharcolt egy bedobást. Buzsáki fejről csúszik meg a labda oda a 16-oson belülre.
Spekker tisztáz. Barkaszi. Elkéri Besenyei. Barkaszi. Valentyírt kereste. És ez hosszú lesz. Ez hosszú lesz oda előre így. Horváth Bálint szépen komótosan, nyugodtan megállíthatja a labdát ott az ötösön belül, vagy az ötös vonalon, és játékba hozhatja. Ebből abból arra merek következtetni, hogy talán a buzsáki csapatnak jó is ez a döntetlen, mert nem nagyon siet a vendégek kapusa. Úgy gondolom, hogy a hazaiaknak azért nagyobb fokozatra kellene talán kicsit kapcsolni, mert hogyha a tabella második helyét megszeretnék szerezni, akkor egy győzelemmel mindenképpen el kellene kezdeni ezt a tavaszi bajnokságot, ezt a tavaszi szezont. Besenyei. Hosszan előre, Erdei szépen passzolja Valentyinnek. Orbán! Hát mondom én, hogy mehet a kapu felé, de hát jó Antal mutatja, hogy les volt. Mondom, akkor Németh Norbert mondja, hogy benn volt a kapus. Hát, óriási, komolyan mondom. Nem volt les szerint, tehát maradjunk annyiban, hogy les volt, mert a játékvezető megítélte. Spekker! Kecskés. Fornosi szépen beáll a labdának, és meg is szerzi. Tancs, kemény összecsapás volt, de a játékvezető mutatja, hogy mehet tovább. Merz! Most lehetne egy kis területet szerezni, Merz. Erdei vissza Orbán elé! És nagyon szépen jött ki a kapujából Horváth Bálint egy gyönyörű kényszerítőzés után. Merz László, Erdei Barna és Orbán voltak azok, akik ezt a támadást elindították, illetve befejezték. Horváth Bálintot is meg kell dicsérni, nagyon szépen jött ki a kapujából, és szögletre tisztázott. Jó Antal közben mutatja Barkaszinek, hogy igazítsa meg a labdát, mert a vonalon, vagy a vonalon belülről kell elintézni közben. Ott bent történik egy kis kakaskodás. Erdély Barnát próbálják meg kilöködni onnan a kapu előteréből. Ugye próbálja, igen, próbálja a kapus támadni. Hát ez nagyon gyenge szöglet volt, Spekker könnyen ki tudta vágni a labdát. És most Pánti Cselics hozhatja, kontrázhat a buzsák. Orbán nagyon szépen, gyorsan visszajött. És Besenyei nyugodtan, Csányit megjátszva, végül is feloszhatja a labdát Fonyód. Fornosi hosszan előre, nincs les. Erdei óriási zicserben, és rosszul veszi át a labdát. Nagyon szép passz volt Fornositól. A buzsákiak ugyan mondják Jó Antalnak, hogy ez bizony óriási les volt. Hát a visszajátszásokból ez nem fog kiderülni, mire odaértünk a kamerával, addigra már Erdeinél volt a labda, de úgy gondolom, hogy ez akár egy jó döntés volt az asszisztens részéről. Minden esetre a zicser az most kimaradt. Ha talán jobban koncentrál egy kicsit Erdei Barna, és jobban átveszi a labdát, akkor lövőhelyzetet lehetett volna kialakítani. Hát most kicsit végre felélénkült a mérkőzés. De az utolsó negyed órára úgy néz ki, hogy a csapatok megpróbálnak majd játszani egy lökés, de előnyszabály, mondja a játékvezető. Ezekből a képsorokból viszont most már teljesen arra kell következtetnem, hogy a buzsáknak nagyon is jó ez az 1-1, vagy ez az 1-1 pont. Horváth hosszan előre. Merz. Dancs. Varga tisztáz, az most rossz erre megy. Orbán! Hát most aztán... A buzsákiak reklamálnak, a hazai szurkolók örjöngenek, hogy hol marad a lap. Hát a labda ott volt ugyan, de azért oldalról jött ez a becsúszás. Szerintem jó döntést hozott a játékvezető, és most egy nagyon kecsegtető pozícióból szabadrúgáshoz készülődhet Orbán.
mindjárt meglátjuk, hogy hova állítja le a sorfalat Golubics Zoltán játékvezető. Hoppá, itt jön egy szurkolói motiváció, hogyha gólt rúg Orbán, akkor 10.000 forintot fizetnek neki, hát meglátjuk, hogy ez mennyire motiválja a fiatal játékost, és hogy mennyire komoly ez a bekiabálás, azt meg majd a mérkőzés után látják meg. Na szóval, szabadrugás Orbán egy jó 25 méterről. Elövi és fölé. Kecsegtető pozícióból végül is fölé lő Orbán. Így maradt továbbra is a 0-0. Közben a háttérben lehet látni, hogy Horváth Krisztián melegít. Úgyhogy lehet, hogy Latyák Tamás is majd próbál valamit változtatni. Horváth! Fornosi. Szépen tisztás Szűcs elől. De ez csak bezobásra lesz jó. Spekker. Valentyír. Orbán. Szép passz. Mondom én, de hosszúra sikeredett Merszazi passza, és Horváth Bálint kiengedi a labdát, és már kicsit próbálja húzni is az időt. Második félidő 32. percében járunk egyébként. És továbbra is 0-0 az állás. Dancs megszerzi, Szűcs. Valentyír. Jó passz Dancsnak. Ejj, pont fölpattant a labda Dancs Norbi előtt. Pedig már bent várta a labdát Erdei Barna és Orbán István. Hát most az elmúlt időszakban csoda, hogy nem kapott valami húzódást Horváth Bálint. Már annyiszor rúgta ki a labdát az ötös és ötés felesről. Egyébként, ha már említettem a Zamárdit, ugye ma Balaton-Berénnyel játszik a Zamárdi csapata, és azért az nem egyértelmű az a mérkőzés, a Balaton-Berény egy rendkívül jó csapat, úgyhogy ki tudja, hogy mi lesz annak a mérkőzésnek a végeredménye, ebből a szempontból is fontos lenne, hogy a Fonyód be tudja gyűjteni a 3 pontot, a Buzsáknak pedig azért lenne fontos, hogy a kieső helyekhez nehogy közel kerüljön. Erdei! Megszerzi a labdát Barkasi. Erdei megkapja. Belül várja Orbán és Valentyír. Pántics vissza feladónak. Ez majd, hogy nem szöglet lett belőle, de hát, ha jól látom, akkor bedobás lesz. Barkasi a bedobással, Merszlaci mozog felé, ott ötös számmal, és ő is kapja a labdát, jöhet a beadás, de hát ez hosszúra nem mozgott át senki, és amúgy is az alapvonalon kimegy a labda. Egy újabb perc mehet el, egyébként Horváth Bálint most kérdezte meg az asszisztenstől, jól lehetett látni, hogy mennyi van még vissza, szép komótosan leteszi a labdát. Szilágyi Csaba mondja a játékosainak, hogy jó lenne megtartani a labdát, egy kicsit följebb lépni. Szűcs előre. Erdei. Valentyír. Az nagyon jó passz oda Orbán elé. Ott a lehetőség. Orbán lő! És gól! 1-0-ra vezete a Fonyód. A 78. percben Orbán István gyönyörű paszt kapott Valentyírtől. És nagyon higgadtan passzolt. Hát most nem tudom, hogy Horváth lábai alatt, mellett, között. De minden esetre a lényeg, hogy a labda a hálóban kötött ki.
10 perc van vissza a mérkőzésből, amikor megszerzi a vezetést a hazai csapat. A házi gól király, Orbán. Eldönti vajon a meccset? Hát erre még az következő 10 perc ad majd választ minden esetre. Döntő szituációban most nagyon jó döntést hozott Orbán, és megszerezte a vezetést. Na most aztán fel van a lecke adva Szilágyi Csabának, mert innen kell felállnia majd a vendégcsapatnak. Spekker! Kecskés hosszan előre. Vasilko. Valentyír. Újabb jó passz. Merc. Hosszan előre, de ez rövid lett. Molnár. Szépen visszafutott a labdáért Barkasi, de hát ez szabálytalan volt ez a szerelés. Azonnal elnézést is kér. És ahogy az előbb említettem, Horváth Krisztián ott melegített, és most pályára is fog lépni. Méghozzá 10-es számú Erdei Barnát fogja váltani a fiatal játékos. Kicsit hasonlít a Fizimiskája egy napi sorozatban szereplő. Hát most mondjam azt, hogy média sztárnak, hát kinek ki a sztár. Minden esetre könnyen meg fogjuk ismerni Horváth Krisztiánt, hogyha a labda közelében lesz. Varga előre. Náskó nem gondolkodik sokat. Kecskés. Besenyei, vagyis hogy, bocsánat, Barkasi. Ott két ember gyűrűjében. Az asszisztens pedig mutatja, hogy már kint volt a labda. Először hirtelen azt hittem én is, hogy valami les szituáció lehetett, de a vonal mellett történt ez az előző előreívelés, és Fazekas Milán mutatta, hogy már a labda elhagyta a játékteret, így most jöhet bedobással Besenyei. Szűcs megcsosztatja, de az nem jó, de előre Varga. Azt hittem kiengedi egyébként. Horváth. Varga. Kecskés. Már nézi a csapattársakat elől, felpattant a labda a rúgás pillanatában, de minden esetre az nem volt olyan rossz passzod a Vasilkónak. Merc előre. Hát most Merceci se gondolkodott sokat, csak el a kaputó címmel. Jó hosszan előre vágta a labdát. Az idő telik, a Fonyód vezet, a Buzsák pedig nem nagyon jön előré. Vasilko. Na most ki fog dobni. Végül is a Fonyodi játékosról ment ki a labda, így Spekker. De nem nagyon siet egyébként, pedig vesztésre áll a csapata. Ezzel is elment ezzel a bedobásra egy jó fél perc. Orbán mellé ugrik a labdának, Spekker! Hát levette gyakorlatilag mellel Merszacinak. Aki ugyancsak Horváth Bálintot hozza a játékba. Hát most Merceci úgy látszik bevette a mindent előre tablettát, és próbálja tartani az eredményt. Újra előre Merceci, hát ez most kivételesen jó volt. Valentyír! Mármint így kivételesen, hogy ezekkel a kósza előreívelésekkel most jó helyre ment a labda, mert amúgy volt már jó passza Mercecinak, és volt hát lehetősége is, nem is egy, hanem három. Vonal mellett hosszan mondják a csapattársak, és Pornosi ezt meg is fogadta. Csak hát Orbánnak nem segített senki. Besenyei. Nagyon szépen emelgetett a balhátvéd. Pántics. Hát most mozgott a labda, meg nem is. Kéz is volt, meg nem is. Mindenesetre a szabadrúgást meg kell ismételni. Ott megint mozgott a labda, hát most már teljesen mindegy. Márkus.
Horváth Krisztián első labdaérintése, és meg is szerzi a labdát egyébként. Márkus. Varga. Spekker kéri el itt a bal oldalon. Varga. Márkus. Hosszan előre, oda a védők gyűrűjébe. Most megijedte kicsit Valentyír kecskéstől. Kipróbálja meghúzni itt a bal oldalon. Egy nagyon szép kötény. Már a 16-oson belül a Buzsák Szűcs elővi, de hát ez csemege volt Csányinak, aki nagyon magabiztosan, ki se pattan róla. Az utolsó 5 percben járunk már, és továbbra is 1-0-ra vezet a Fonyód. Óriási kirúgása a Csányi, majd hogy nem átrúgta a másik 16-osra. Molnár! Szűcs elengedi. Biciklicselek. Szűcs! Két emberen próbálta áthámozni magát. De Valentyír meg tudta állítani a vendég középpályást. Merc újfent megszerzi. Bedobással jöhet a Buzsák. Molnár, de be középre. Dalstorú pedig kirúgja ide a lelátóra. Hát ezzel a Dancsféle előreíveléssel gyakorlatilag majd, hogy nem egy percet sikerült elcsalni a Fonyódi csapatnak. Úgyhogy Molnár iszkolhat most visszafelé. Inchberger. Szűcs! Eltalálta volna egyébként a kaput, úgyhogy kellett, hogy ott legyen mögötte Náskó. Viszont egy szögletet még így is ki tudott harcolni. Átengedi a lehetőséget Inchbergernek. Egy a fiatal buzsáki játékos elvégezheti a talán a második vagy a harmadik buzsáki szögletet. Nem rossz az egyébként, ott is volt a lehetőség, Szűcs fejére varázsolta a labdát, de ő csak meg tudta hosszabb csúsztatni a hosszú oldalra. Azt hittem hirtelen, hogy a buzsákja fognak dobni egyébként. Úgy tűnt, hogy Fonyódi lábról ment ki a labda, de ezek szerint akkor ott Molnár még beleért, mielőtt kiment a labda az oldalvonalon. Dancs előre hosszan. Megcsúsztatja a Fonyódi játékos. A Fonyódnak nagyon jó, ez áll a játék, az óra csak ketyeg, a buzsákiak meg egyelőre nem tudnak feljebb jönni. Szépen ott nyargal előre a Fonyód a bal oldalon ezekkel a bedobásokkal, és már át is lépett a másik oldalra. Közben, ha jól látom, ott Matuca Balázs már visszajött ide a kispadhoz, és nem úgy tűnik, hogy pályára fog lépni, tehát volt csapata ellen. Nem tud most bizonyítani. A nézők már követelik a játékvezetőtől, hogy fújja le a mérkőzést, hát még van a rendes játékidőből. Ha jól látom, akkor másfél perc. Varga. Spekker elkéri, de hát most nagyon lassan passzogatnak itt hátul a buzsákiak, és nem tudnak előrébb jutni. Spekker! Varga. Pánticsot keresi, és meg is találja, és egy szabadrúgás. Szabadrúgással jöhet a buzsák. Kecskés megállíthatja a labdát, és most aztán előre mehet mindenki, ugyanis a mérkőzés utolsó percében járunk már. És ez még azért az íveléssel még veszélyt okozhatnak a buzsákiak. Nem beszédtelen. Sikerül megcsúsztatni, de Csányi nagyon jól jön ki a kapujából.
Pántics reklamár, hogy szerinte 11-es volt. De hát közben meg Fazekas Milán jelzi, hogy Les állás előzte meg ezt a passz, közben meg jön egy információ innen a szurkolók köréből, hogy 4-0-ra vezet a két hely. Tehát a tabella elején elfoglaló két csapat úgy néz ki, hogy győzelemmel kezdi ezt a tavaszi rajtot. És fél idei állás szerint a Balaton-Boglár is vezetett, tehát ez az első három helyezett csapat úgy látszik, hogy győzelemmel nyit. Hát gyakorlatilag már 6 perce azt követelik a játékvezetőtől, hogy fújja le a mérkőzés, de csak az elmúlt pillanatokban telt le a 90 perc. Meglátjuk, hogy mennyit fog hosszabbítani a játékvezető. Horvát előre, Orbán. Visszapasszolja a Horvátnak. De Márkus kecsegtető, vagyis hogy jobb pozícióban volt. Így sikerült valamilyen szinten felszabadítani Merz. Barkasit játssza meg a bal oldalon. Az veszélyes volt. Ott a jó passz Szűcsnek, a visszapassz Orbán. Ő még Valentyírt próbálja megjátszani, itt a 16-oson belül passzolgatnak most a Fonyódi játékosok. Szépen rutinosan tartja Valentyír. És kint van a labda. Így is van, jöhet bedobással a Buzsák, tényleg Valentyírról ment ki a labda. Szűcs. Spekker előre. Vasilko. Horváth Krisztián visszaszerzi nagyon szépen, és Merz próbál megiramodni előre. Hát 1-0 után végül is nem volt nagyobb lehetősége a Buzsáknak. És egyelőre nem úgy tűnik, hogy veszélyt tudnának kialakítani a hazai kapu előtt. Azt nem tudjuk, hogy mennyit fog hosszabbítani a játékvezető, de most már nagyon-nagyon a végét járja a találkozó. Spekker! Hosszan előre Pántics meg tudja még csúsztatni, Vasilkónál a labda. Pántics visszakapja, elővi, és mellé, nagyon mellé gurul a labda, erőse volt benne. Csányi magas beemeli a kezeit. Nagyon valószínű, hogy vége lesz most már a találkozónak. Csányi kirúgja a labdát, és lehet, hogy a játékvezető le is fújja, a szájában van már a sípja, Golubics sportársnak. És hármat fúj a játékvezető, ami azt jelenti, hogy a Fonyódi Petőfi esze 1-0-ás győzelmet arat a Buzsák ellen. Egy ezzel a győzelemmel elindítja a tavaszi hadjáratot. Köszönjük szépen a figyelmet, maradjanak majd továbbra is a Fonyód TV-vel. A viszontlátásra!